Megmutatnám, hogy hogy kell a Typhoon Age modellen szoftvert frissíteni. Legelőször is bekapcsoljuk a távirányítót. Megnézzük, hogy van-e benne elég töltöttség, de 30% ez éppen elég lesz. Először a távirányítót kell frissíteni. A módszer az, hogy a firmware file-t, ami kb. Egy 400 megás file, rá kell másolni egy microSD kártyára. Ezt be kell tenni a távirányítóba. Lábakkal fölfelé. Utána be kell menni a rendszerbeállítások közé. És van egy ilyen, hogy update. Rá kell nyomni szépen, hogy update. Megkeresi a kártyán a frissítési állományokat, majd felfrissíti a távirányítót. Közben már tovább került az updating RX és updating TX-re. Ez durván egy-két percet vett igénybe. Ilyenkor magát a rádiót, a rádióvezérlő szoftvert frissíti. Most pedig, ahogy látszik, magának az Android rendszernek a frissítése következik. Ilyenkor a tablet újraindul, majd utána a gépet újra össze kell párosítani a távirányítóval, a Typhoon hát, és lehet folytatni a gépnek a szoftver frissítésével. Fontos, hogy ilyenkor nem szabad kikapcsolni a távirányítót, vagy kihúzni belőle az SD kártyát. Látszik is, hogy újraindul. És itt a bizonyítéka annak, hogy Android rendszerű. Lefutott a frissítés. Akkor első dolgunk, hogy kiválasztjuk ugye az angol nyelvet. Majd be kell menni az Android rendszerbe, és a távirányítón található korábbi előző szoftver által generált adatokat ki kell törölni. Ezt a Settings, Applications, az All-ba. Meg kell keresni a Flight Control Mode, Flight Mode nevű appot, és ennek van egy Clear Data gombja. Rá kell nyomni, és akkor teljesen alapállapotba áll vissza a távirányítónk. A Home gombbal tudunk visszatérni. Újra angol nyelv. És jöhet a gépnek a bindolása. Mindenek előtt a microSD kártyát, amire előzőleg felmásoltuk a távirányítónak a frissítését, ami egy kb. 400 MB-os file, egy Unique kiterjesztésű, meg a Copternek a frissítését, ami kb. Egy ilyen 40-50 MB-os file, azt rámásoltam ugye a microSD kártyára. Mielőtt bekapcsoljuk a gépet, a frissítés második fázisa előtt, ezt bele kell tenni a kamerába, és a kamerán keresztül fogjuk frissíteni. Bekapcsoljuk a gépet. Hosszabban kell nyomva tartani. Mivel a távirányítónak a szoftverét frissítettük, ezért a gépet bind üzemmódba kell, azaz párosító üzemmódba kell tenni. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy kétszer előre döntjük 45 fokba. Akkor elkezd narancssárgán villogni, ahogy ott látszik. Majd a Model Select-nél ki kell választani, hogy Typhoon H. System Settings-ben pedig van egy ilyenünk, hogy Bind. És itt egy refresh-sel meg tudjuk keresni a gépet. Rákattintunk. Bind. Connection established. Kapcsolódott. Hogy a gépet ugye már párosítottuk. Ez látszik is, hiszen a menübe visszatérve látszik az aksi feszültség, magasság és egyéb telemetri adatok, viszont kameraképünk még nincsen. A kamerát is ugyanott kell párosítani a System Settings Bind-ba. Látszik, hogy ez itt narancssárga ez a sor, tehát maga a gép az párosító van, és ezt a Cego 3 kezdetű kamerát is párosítanunk kell. Ez nem más egyébként, mint egy Wi-Fi hálózat. Rákattintunk Bind, kér egy jelszót, ami rém egyszerű, 1-től 0-ig a számok. Oké. Okay.
connection established, és immáron a kameránk is csatlakozott. Fontos, hogy még a kamera selectnél ki kell választani, hogy a CIGO 3 Pro kamera van ezen a gépen. És a házzal visszatérve a főmenübe, már van képünk is. Következhet a gépnek a frissítése, System Settings ugyanúgy. About, és itt írja, hogy nem tudom mennyire látszik, hogy a 3.01-es B30-as szoftver van a távirányítón, a gépen pedig a 30-as Autopilot. Ha megnyomjuk az Update gombot, akkor két dolog történik. Az egyik az, hogy megnézi, hogy a gépbe helyezett SD kártyán, pontosabban a kamerába helyezett SD kártyán rajta van-e egy frissítési állomány. Ha rajta van és megtalálja, akkor elkezdi frissíteni, ahogy látszik is a képen. Ha nincs rajta, mert az SD kártya üres, vagy nincs benne kártya, akkor itt ennél a résznél lehetőséget ad, hogy ezzel a távirányítóval Wi-Fi hálózatra felcsatlakozzunk, amin van internet kapcsolat, és azon keresztül automatikusan letölti a legfrissebb állományt, és feltelepíti a gépre. Ezt is meg fogom majd mutatni. Ja, én így az egyszerű módszert választottam, meg a gyorsabbat is, hogy rámásoltam az SD kártyára, és az update gombra kattintva feltelepítem. Egy hangjelzéssel jelezte az előbb a gép, hogy végzett a magának a vezérlő szoftverének a frissítésével. Ilyenkor narancssárgán elkezdett villogni a hátulján a státuszled, majd elindult a frissítés harmadik folyamata, ami magának a kamera szoftvernek a frissítése, hiszen az a kis 40 megabájtos fájl, ami a gép frissítését hivatok megcsinálni, az több részből áll. Ennek egyik része a kamera frissítése. És ha ilyen üzenetet látunk, firmware update succeeded, please restart aircraft. Akkor nincs más dolgunk, mint újraindítani a koptert. Kikapcs. Ezt is teljesen kikapcsoljuk. És újraindítjuk. Úgy szoktam, hogy először mindig a távirányítót kapcsolom be, és így is ajánlott. És amikor a Unique felirat bejött, akkor a gépet hosszú nyomva tartott gombbal kapcsolom be. Innentől körülbelül 1 perc 30 másodperc, mire felépül a kapcsolat az ST16 távirányító és a Typhoon H között és a kamera között. A géppel magával a kopterrel már csatlakozott is a távirányítónk, és most már csak arra várunk, hogy a kamerára is csatlakozzon. Ugye látszik, hogy itt a bind részben sárga mind a kettő, tehát látják egymást. Nincs más dolgunk, mint megvárni, hogy felépüljön a kapcsolat. És megtörtént. Vezérlésünk működik. HD képünk van. Azért ilyen fontos a kép ismétlen, mert rajta van még a kameravédő, a lencsevédő fólia a gépen, mert vadonatújonnan lett kibontva. Nézzük a szoftver frissítésünk, hogyan sikerült, melyik verzión vagyunk. Ezt az About Controller részbe tudjuk megnézni, így talán nem tükröződik. Látszik is, hogy az 1.34-es Autopilot van, ami a magát a drónt vezérli, a gimbal 1.25 és a kamera 3.2.34-en van. Ez a 2017. február végén megjelent legfrissebb szoftvere a Typhoon H sorozatnak. Bármi kérdésetek van, a uniqueuav.hu-n segít nektek. Viszlát!